Zsúfolásig megtelt a Család és Nővédelmi Központ vizsgálatra érkezőkkel, itt tartották az idei férfi szűrőnapot. Az elmúlt 12 évben folyamatosan nőtt a résztvevők száma, amely az első alkalommal mindössze 20 és 30 fő között volt. Idén már 120 fehérvári férfit vizsgáltak meg a szakorvosok szombat délelőtt. Rendben van, meg itt is voltam. Köszönöm szépen, hála Isten, nincs. Ezében a korosztályi összetétel is széles skálán mozgott, a legfiatalabb szűrésre érkező 35, míg a legidősebb 88 éves volt. A szokásos vizsgálatokkal vércukor, koleszterin szint, állapotfelmérés, egy PSA mérés, és utána pedig egy manuális urológiai vizsgálat vár az urakra. Ebben az évben az érdeklődés óriási, talán még sosem volt ilyen, összesen 120 helyre közel 600-an próbáltak meg bejelentkezni. Az elmúlt évek prevenciós programjainak köszönhetően a szombati esemény résztvevőinek számán is jól látszik, hogy a férfiaknak is fontos az egészségük, és szeretnék megóvni azt minél tovább. Erről már Östör Anna Mária beszélt híradónknak a szűrőnapon. Ez több éves munkánk eredménye, bár ezért azt meg kell mondanom, hogy ezek a szűrőnapok mindig teltházzal működnek. Úgyhogy kérjük is mindenkinek a türelmét, hiszen egy város lakosságát nem tudjuk átszűrni, de ez ne akadályozzon meg senkit, hogy fölkeresse az urológiai szakrendeléseket, hogy ott időpontot kérjen, hiszen ott is várják őket szűrésre. Mi a figyelmet tudjuk felhívni ezekkel az alkalmakkal. A tanácsnok hozzátette, látva az idei nagy érdeklődést, megfontolják, hogy jövőre két időpontban is szervezzenek majd férfi szűrőnapot novemberben.